gratulálunk, te voltál a mérkőzés hőse, mint ahogy Knézi Jenő is fogalmazott. Ennyire érezted, hogy Cseri hova rúgja a 11-est? Hát igen, úgy éreztem, hogy oda fog rúgni, és biztos voltam abban, ki fogom védni ezt a 11-est. Mondtam is a srácoknak is, hogy kövessék a labdát, mert biztos kivédem. És az 53. 54. percben is volt három gólszerzési lehetősége a mezőkövesnek, akár 10 másodpercen belül. Akkor is résen kellett lenned azért. Hát igen, szerencsémre akkor az egész csapat résen volt, és védtek helyettem is. Szóval megvolt ez a csapatszellem, ami hiányzott lehet a múlt meccsekben, de ezzel kell folytatni. Inkább ti örültök ennek az egy pontnak? Hát, ahogy leforgott a meccs, szerintem igen, a meccs elején persze úgy állt a játék első félidőben, hogy győzni kell. Viszont a kiállítással szerintem megelégedhetünk az egy ponttal. És miután emberhátrányba került a csapat, arra rendezkedett be a Kisvárda, hogy megőrizze ezt az egy pontot? Igen, pontosan. Tudtuk, hogy egy emberrel kevesebb nagyon nehéz lesz, nagy nyomásba fognak jönni, viszont nem voltak nagy helyzeteik, azt mondom. Köszönjük az interjút!